Óvodákba és iskolákba juttatták el a felhívást, egy helyről már érkezett is nagyobb adomány. Ezeket természetesen még átnézik a családsegítő szolgálatnál. Egyelőre csak bekerült minden a raktárba. Megnézzük, hogy milyen jellegű játékokat kapunk. Ezt az utolsó héten fogjuk megtenni, hogy kiválogatjuk, megnézzük, hogy milyen típusú játékokat kaptunk. És általában a családgondozás során találkozott gyerekekkel, illetve a gondozottjaink részére fogjuk ezeket a játékokat közvetíteni. Ismerjük őket, szinte napi kapcsolatban vagyunk, úgyhogy tudjuk az álmaikat, tudjuk, hogy mit szeretnének, úgyhogy megpróbálunk ebbe az irányba játékokat osztani. Széles spektrumú a családsegítő szolgálat gondozottjainak életkora. Sok családnál kettő, három, négy gyerek is van, ezért úgy válogatják majd szét a játékokat, hogy mindenkinek az életkorának megfelelő jusson. Változó az életkor, hát óvodáskortól egész picikig, illetve az általános iskolának inkább az alsó tagozatába gondolkodunk, hiszen a játékokat az ő korosztályuknak gyűjtjük. Viszont ha az adományokban vannak könyvek, édességek, akkor a nagyobbakat is szeretnénk megajándékozni. A magánszemélyek segítő szándékát már ezúton is megköszönik hiszen egy ötlet kevés. Mindig szükség van olyanokra, akik egy jó úgy mellé állnak. A érkezett a katolikus óvodától, nagyon nagy mennyiségű játékot kaptunk tőlük, és ezt az úton is megköszönjük, Ö, illetve a motorosok jelezték, hogy ők 15 éig gyűjtenek, és az általuk összegyűjtött adományokat is átadják a család segítő részére, így biztosan azok részére fogjuk eljuttatni, akiknek szükségük van rá.